nehéz szerelvényeken menet közben az utastér felől, a vezetőfülke irányából az utasok különböző csattogó-kattogó hangokat hallanak. Ezeket a csattogó-kattogó hangokat a vezetőfülkében elhelyezett műszerszekrényekben levő alkatrészek adják. Ezek az alkatrészek különböző relék. A relék általában kismértékű zajforrások. Irányváltó a vontató motorok forgásirány változtatásához. Menetfék kapcsoló a vontató motorok menet és fék üzemváltásához. Menetmű menetüzemben a kontaktorok vezérléséhez. Fékmű féküzemben a kontaktorok vezérléséhez. Elektromágneses kontaktorok a vontató motorok előtét ellenállásainak ki- és bekapcsolásához. Ezek már jelentős zajforrások, összesen 22 darab plusz 1 darab inverter és 1 darab légsűrítő kontaktor. Menetvezérléskor, vagyis a szerelvény gyorsításakor a felső vezetékrendszerből nyert feszültséget az egyenáramú soros gerjesztésű vontatómotorok fordulatszámának egyenletes emeléséhez fokozatosan emeljük. A vonat elindításához a felső vezetékben levő feszültséget bizonyos méretűre le kell csökkenteni, hogy a vonat ne ugorva, hirtelen, nagy sebességgel induljon meg. Ennek érdekében úgynevezett előtét ellenállásokat kötünk a vontató motorok elé. Ezeket az előtét ellenállásokat fokozatosan ittatjuk ki, miközben a feszültség a vontató motorokon emelkedik, így a vontató motorok fordulatszáma nő. Féküzemben ugyanazokat a vontató motorokat, amelyeket eddig menetre, gyorsításra használtunk, a visszamaradó mágnesesség felhasználásával generátorként üzemeltetjük, és ezzel fékezzük a vonatot. A vonat fékezéséhez ugyanazokat az előtét ellenállásokat, ugyanazokkal az elektromágneses kontaktorokkal kell kiiktatni fokozatosan a áramkörből. Tehát elmondható, hogy ezeket a csattogó-kattogó hangokat, amelyeket az utastérből is jól lehet hallani, általában ezek a kontaktorok adják.